kétfél ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk. 8 óra 15 perckor az otthoni stúdiójából Kántor Endre jelentkezik. A rádióban pedig Ács Gábor. És mi újság az utakon? Ezt is megnézzük gyorsan. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Hallgatók, sok minden. Igen, hallgatók küldtek több üzenetet is. Gyorsan mondom az SMS-eseket. A komoly baleset Csepelen, erről beszámoltunk már, de megismétlem még egyszer, a Szent Miklósi utca és a Tihanyi sarkáról van szó. Dupla kocsorról számol be Lajcsika, a Hűvösvölgyi út 92 előtt kifelé történt mindez. Uraim, Budapest, Dabas, M5-ös hasítós, és hát ez annyira szép, kolosszális vörös korong a horizonton, ír nekünk egy hallgató. És van még baleset, képzeld el. Amit e-mailben kaptunk? Nem, hanem az M5-ös autópálya bevezető szakaszán most 8-kor történt baleset a Nagy Sándor József utcai felüljárónál a belső sávban, ott is arra szól a kocsisor. Aha. Hát mi meg történik a 15. kerület Árpád úti felüljárón történt egy baleset, úgyhogy a Pázmány Péter utca előtt. Aha, na hát ez érdekes. Azt mondja, hogy 18. kerület Ferihegyi úton befelé a Csévéző utca előtt a benzinkút kihajtójánál történt ráfutásos baleset, a külső sávot foglalják el a sérült járművek. Sok baleset van. Abszolút. Nagyon óvatosan, feltűnően sok van ma reggel. Pedig tök szép idő van, süt a nap és tiszta az ég, úgyhogy csak óvatosan. Ezt kívánjuk mindenkinek, illetve ezt kérjük mindenkitől. És itt van velünk a vonalban Zsidai Viktor, portfólió menedzser, a Citadel alapkezelője. Jó reggel, szia! Jó reggelt kívánok! Hát van miről beszélgetnünk, és hát te megírtad egyrészt a blogodra a... Hát nem 2021-es forgatókönyvet, amit Gede kollégával vinyogva olvastunk fel. Nem tudom, hogy összebeszéltél a Netflix-el, mert a Samuel Jacksonos dokumentumfilmre kísértetiesen hasonlít, amit összehoztál. Nem láttam a filmet, mondták ismerőseim, hogy nézzem meg, de nem mindenféle hasonlóság, csak a véletlen, mire valószínűleg. Igen, azért volt nekem vicces, mert azért néha megálltam, és néha meg olyan életszerűnek tűnt, úgyhogy honnan jött az ötlet egyébként, és tényleg ebből mennyi, ami komoly? Hát semmi, ez csak egy ilyen szilveszteri bohózkodás volt, de hát igazából arra akartam csak kiélezni, hogy majdnem minden évben, ha mi ennyire durva esetek vannak, mint azért most volt a koronavírus, amire januárban még nem számított. Egy csomószor, ugye most is januárban beszélünk, elképzeljük, hogy milyen lesz az év, hogy néz ki, és olyan esetek történnek, amik teljesen felbolygatják, akár politikai, geopolitikai, gazdasági, természeti jelenségek, tehát hogy erre azért számítani kell, hogy nem úgy fog alakulni egyáltalán az év. Én egyébként pont ezt beszéltem az egyik kollégámmal, hogy most megint ott állunk minden év elején, hogy oké, a tavalyi év az jó volt, minden rendben volt, idén mit fogunk csinálni. És nézzünk egymásra tanástalanul. De mindig ez van, Viktor, hogy azért lehet tanástalanul egymásra nézni. Ehhez képest most megnéztem, 10 éves hozamokban is a te alapod a legjobbak között van, dobogós 5 évben is, tavaly is tök jó hozama volt, valahogy mégis megcsinálod. Akkor hogy szoktad, vagy miért, vagy éppen tavaly mi volt mondjuk a legjobb tavaly, ahogy élted meg, mik voltak a legfontosabb fordulópontok, amikor jól érezted, hogy mi történik, mert tavaly aztán nagyon-nagyon oda kellett figyelni. Hát tavaly nekem annyi volt talán a szerencsém, hogy már január végétől figyelemmel kísértem itt a koronavírussal kapcsolatos eseteket, és azt megértettem január végére, hogy ha jön Európában, aminek van esélye, akkor úgy láttam, hogy van vagy 30-40-50% esélye, akkor abból nagyon nagy baj lehet, úgyhogy emiatt védekezni tudtam ellene, és akkor nem szívtam meg. Utána pedig az év második felében az is eléggé egyértelművé vált, és ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, és a 21-es kilátásokkal kapcsolatban erről mindenképpen érdemes beszélni, ugye, hogy egy teljesen precedens nélküli dolog történik most a világgazdaságban. Ugye ez a modern monetáris elméletnek, ami most már gyakorlattá válása, ugye ez azt jelenti, hogy
ha baj van, akkor rájöttek a kormányzatok, hogy a jegybankoknak a segítségével gyakorlatilag korlátlanul költekezhetnek, de ez nem az a korábbi pénznyomtatás, mint amit a jegybankok csináltak, hogy csak simán vesznek állampapírt, és annak főleg a tőkepiacokra volt hatása, hanem itt arról van szó, hogy a kormányzat valóban elkölti, és az embereknek kijuttalja, mint ugye láthatjuk USA-ba is, hogy itt még küldenek 600 vagy 2000 dollárt, vagy 900 dollárt, vagy éppen annyit, amennyit akarnak az embereknek, vagy bevezetik a Kurzarbeitot Németországba, vagy Európa nagy részét. Tehát konkrétan képesek hatalmas pénzösszegeket az embereknek a zsebébe juttatni, és azt gondolom, hogy a következő 10 évre is ez a legfontosabb következménye gazdaságpolitikailag a koronavírus válságnak, hogyha baj lesz, ezt az új védekezési mechanizmust, ezt alkalmazni fogjuk az óriási mértékű költségvetési költekezési banki segítséggel. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos változás, ami valószínűleg valamilyen időtávon inflációt fog okozni. Tehát ez szerintem nagyon fontos, és az is a másik rész, ami fontos ennek csak a jövő évre vonatkozóan, hogy annak a pénznek a nagy részét ugye USA-ban, hát nem tudom, hogy hol lesz a vége, de 20-30% között lesz GDP arányosan a költségvetés hiánya, ami a második világháborúban volt utoljára, mert akkor ugye sok tankot kellett meg repülőt gyártani, és nem számított semmi. Ennek a pénznek a nagy része, amit kinyomtattak és odaadtak a lakosságnak, ennek egy jelentős részét a lakosság nem tudta elkölteni. Ugye nem ismerték, mert nem tudták, hogy harmadik, negyedik, ötödik, hanyadik hullám lett még. Másrészt fizikailag is nem tudták, be voltak zárva az éttermek, meg Disneyland, meg a repülőkkel nem lehetett elmenni utazni. És az a helyzet, hogy mind Európában, mind USA-ban ezek a pénzek, ezeknek egy jelentős része megtakarításként ott csücsül az embereknek a számláján, és majdnem biztos vagyok, hogy mihelyest a koronavírus válság mondjuk nyáron véget ér, ezt erre azonnal ráugranak az emberek, és két-két fogják költeni, mert lesz rá lehetőségük, meg lesz rá bátorságuk is, úgyhogy az a stimulus, amit benyomtak a gazdaságba, az egy nagyon komoly fellendülést fog okozni valószínűleg 2021-ben, úgyhogy valamennyire erre sikerült rápozícionálni magam 2020 nyár végén, és hát aztán ebből ugye lett egy nagy fellendülés most a tőkepiacokon. Ezzel csak egy problémám van egyébként, hogy az most már nagyon konszenzusossá kezd válni, tehát ez egy kicsit aggasztó, hogy most már mindenki beállt ebbe az irányba. Igen, meg hát beáraszta a piac, ezt mondhatjuk úgy, legalábbis, hogyha még van egyáltalán bármiféle jelentőségük az értékeltségi szinteknek, akkor ez nagyon magas. Vagy van új monetáris elméletünk, akkor az értékeltségi szinteket is kidobhatjuk az ablakon, és innentől kezdve teljesen máshogy értékelhetünk cégeket, és akkor ez sem akadályozhatja meg az emelkedés ezek szerint. Vagy pedig azért ez már kicsit mindenképpen visszafogja az idei, most kimondottan tőkepiaci kilátásokra gondolok az, hogy ennyire a legjobb forgatókönyvek vannak árazva a piacon. Hát nekem az a bajom ezzel az egész, hogy egyrészt az alapján, amit elmondtam, majdnem biztos vagyok benne, hogy komoly fellendülés lesz 21-ben, és valószínűleg 22-ben is. Tehát mindenképpen ez amellett lenne érv, hogy a tőkepiacokon is jól alakul a helyzet. Most az a kérdés, hogy ebből az óriás mennyiségű pénzből, ami ráomlott a piacra, lesz-e valamikor olyan komolyabb infláció, ami már aggodalomra adhat okot, mert az tudja, én azt gondolom, meglékelni itt a tőkepiacnak a csatahajóját. És azért vannak erre jelek, hogyha megnézitek az árupiacokat, az arany ugye mindenkori csúcsán, az ezüst, a réz 5 éves csúcson van, a platina is, a búza, a kukorica, a szója, a cukor, a gyapot. Tehát úgy látszik, hogy azért ezek a stimulusok megindítottak egy komoly áremelkedést egy csomó mindenben, és lehet, hogy az az infláció, amit már 10 plusz éve próbálnak a jegybankok legyártani, az azért meg fog jelenni. Tehát szerintem ez most talán a legnagyobb kockázat a tőkepiacoknak, és akkor, hogyha ez megjelenik, akkor azt gondolom, hogy ezek a végtelen értékeltségi szintek nem maradhatnak fönt. Ráadásul a piac még mindig ketté van válva, azt gondolom. Itt vannak ezek a nagyon magasra árazott új technológiai részvények, mit tudom én, hát ennek a Tesla az egyik nagy zászlós hajója. Másrészt vannak azok a ciklikus részvények, amik még, hogyha van egy ilyen nagy fellendülés, azok még mindig nem drágák. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy még mindig lehet a piacokon olyan részvénycsoportokat találni, amik még azért nem tűnnek annyira túlárazottnak, amennyiben tényleg lesz egy ilyen komoly fellendülés. Oké, tehát akkor te is ebben az irányban mozogsz ezek szerint most per pillanat? Mert ugye volt egy átsúlyozás, és ilyen több magyar alapkezelő is nyilatkozta, hogy a technológiából a ciklikus felé átmenni még egy utolsó húzatjú, az benne lehet mindenképpen. Vagy óvatosabb vagy? Hát az igazság, hogy én technológiát nem is
Sajnos, nyilvánvalóan. Sajnos én nekem nem voltak technológiai részvényeim a tavalyi év során sem, hanem ezeket a ciklikusokat próbáltam megvenni valamennyire, mert azt gondoltam, hogy lehet egy fellendülés. Ezeket még mindig tartom, mert azt gondolom, hogy ebben van kraft, de rendkívül aggaszt az, amit a... Tehát nagyon-nagyon ritka, hogy olyat lássak, mint amit idén látok, hogy elolvasom évvégén meg évelején az összes mindenkinek az elemzését, és mindenki ugyanazt gondolja, amit én is gondolok, és ez borzasztó kezdő. Tehát gyakorlatilag az a konszenzus, hogy lesz jó növekedés, fölmennek a részvények, begyengül a dollár, ennyi. Tehát, hogy de mindenki ezt mondja, mindenki az ég egyet a világon ezt mondja. Ugye szoktuk azt mondani, hogyha mindenki ugyanazt gondolja, az nem fog tudni bekövetkezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy most elég óvatosan kell annak ellenére eljárni, hogy van egy ilyen véleményem, mert azt látom, hogy itt nagyon beállt ebbe az irányba a piac. De nem tudok okos lenni, tehát csak azt látom, hogy ez nem biztos, hogy annyira jó. Uh-huh. Tehát ez veszélyes. Oké, tehát az infláció legfontosabb veszély. Az mennyit kavarhat be, hogyha mondjuk szerencsétlenkedés megy az oltásokkal, újabb vírusváltozatok futnak be. Tehát az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy a piac a fülebotját nem mozgatta arra, hogy itt csúszik a fellendülés, mert ez csak egy hét, vagy pár hét, vagy néhány hónap, dél-afrikai variáns, stb. Még fertőző képesebb. Nem biztos, hogy jó rá a vakcina, ez egyelőre senkit sem érdekel. Ebbe is van veszélyforrás, vagy ez tényleg egy egyszerű tudományos kérdés? Pár hónap alatt túljutunk rajta, és igazából ez max késleteti a várt fellendülést. Vagy ezt azért reális kockázatnak érzed, hogy ez valamit jelent? Hát én azt gondolom, hogy ez egy reális kockázat, és azt gondolom, hogy elég jó esélye van annak, hogy Európában is, meg Magyarországon is lesz egy harmadik hullám a fertőzéseknek, amire lehet, hogy megint lezárással kell március-áprilisban reagálni. Azt gondolom, hogy ettől is meg tudnak valamennyire a piacok azonban azt is látjuk, hogy szezonális a betegség, és még ha lesz is egy harmadik hullám, akkor nyáron valószínűleg megoldódik ez a probléma. Egyébként, ha már itt a vírus kapcsán még erre visszatérünk, ugye azért egy másik nagyon nagy veszély, ami hosszabb távú, az, hogyha nincs elég oltottsága a lakosságnak, tehát hogyha végzünk egy nagyon egyszerű számítást, és csak egy 50%-a oltja be magát a lakosságnak, egyébként Magyarországon ugye ennyi sem akarja, akkor ősszel télen, 2021 őszén telén pont ugyanakkora hullám lesz, mint amekkora most van. Tehát, hogy ez meg fog ismétlődni, mert 50%-os beoltottság valószínűleg ugye nem lesz elég, hiszen egyik vakcina sem 100%-os, különböző hatékonyságuk vannak. Tehát, hogy még nem csak a tavaszi hullámról van szó, hanem itt nem biztos, hogy eldobhatjuk a maszkokat, mert nem lennék meglepődve, hogyha jövő ősszel ismét lennének. A gazdaságosnál valószínűleg sokkal kevésbé károsító, de mégiscsak valamilyen védekezési mechanizmusok. Uh-huh. Tehát egyelőre az az oltási kedv, ami van a világban, az nagyon-nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy megszabaduljunk ettől a történettől. Uh-huh. Magyarországon meg a legkevesebb, legalábbis jelenállás szerint, igen. Igen, úgy tűnik egyelőre a mérések alapján. Uh-huh. Akkor is egy kockázat. A infláció ellen hogyan lehet védekezni, illetve mik azok a jelek, amik erre fölhívják a figyelmet? Érdemes a kötvénypiacot figyelni, úgyhogy a hallgatók is az iránt érdeklődnek leginkább. Hát az a baj nekem a kötvénypiac, hogy a kötvénypiac, tehát azáltal, hogy van ez a modern monetáris, most már nem is elmélet, hanem gyakorlat, ezáltal a jegybankok függetlensége azért eléggé megszűnőben van legtöbb országban, hiszen koordinálniuk kell a kormányzattal, itt már nem csinálhatnak azt, amit akarnak. Ez beszűkíti az ő mozgásterüket, berakták magukat egy sarokba, és nem tudnak bármit csinálni. És ebből azért az is következik, hogy mivel nem függetlenek, amikor nem független egy bank, azért sokkal hajlamosabb az infláció irányába elmozdulni, és azt a kötvénypiacot, amit mi egy szabad kötvénypiacként ismertünk, azáltal, hogy a jegybank irgalmatlan mértékbe belefolyik, ennek a kötvénypiacnak a szabadsága, és emiatt én azt gondolom, hogy az előrejelző ereje is elég jelentősen csorbult vagy elveszett. Gyakorlatilag beállítja, hát nézzük meg mondjuk Japán a legextrémebb példa, ahol gyakorlatilag a hosszú, a 10 éves kötvény 0%-ra rögzítette a jegybank. Tehát ennek az előrejelző ereje már nem nagyon van, én azért is próbálom inkább használni, tehát ezek már nem szabad piacok. Tehát a kötvénypiacok, én azt gondolom, hogy azok már nem szabad tőkepiaci szegmensek. Ehelyett inkább az árupiacokat nézem, és azért is említettem ezt a sok annyira nem figyel dolgot, mert nem annyira
fontosak, de az, hogy már nagyon sok árupiaci termék sok éves csúcson van, az csak azért azt jelzi, hogy van valamiféle inflációs nyomás. Tehát, hogy ennek a figyelésére én talán azt gondolom, hogy ezek sokkal alkalmasabbak, mert a kötvénypiac az nem egy létező, vagy már nem teljes mértékben szabad piac, tehát nem tudjuk arra használni, mint mondjuk 5 vagy 10 vagy 15 éve használtuk. Uh-huh. Az érdekes. Tehát a commodity piacokat kell, az árupiacokat kell szerintem nézni ennek a jeleire kutatva, meg hát majd később 21-ben valószínűleg a bérnövekedésnek a dinamikáját a fejlesztésben, hogy az beindul-e. Hogyha igaz az, hogy lesz itt egy nagy ciklikus fellendülés, és elkezd költeni a lakosság, akkor abból annak is következnie kéne, hogy a bérnövekedés is végre beindul, már úgyis sok éve akarják a jegybankok meg a gazdaságpolitikusok. Igen. Az infláció azért érdekes kérdés, és ezt is vetik fel a hallgatók is, hogy évek óta sokan tartanak az inflációtól, illetve minden korábbi várakozás arról szólt, hogy már az eddigi iszonyatos stimulusok következtében is be kellett volna indulni az inflációnak, mégsem következett ez be. Miért nem, és akkor miért lenne ez másképp most? Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy az a korábbi, amit quantitative easingnek, vagy pénznyomtatásnak neveztünk, az gyakorlatilag annyiból állt, hogy a jegybankok pénzt csatornáztak a tőkepiacra, államkötvényeket vettek, ami ez az államkötvényekből kiszoruló pénz átment gyakorlatilag minden más eszköznek a piacára, részvény, ingatlan, és ezeknek az árát fölnyomta. Tehát én azt gondolom, hogy az a 2008-ban elkezdődött rezsim, ami volt, az a tőkepiaci, tehát csinált inflációt egyébként, abszolút csinált inflációt, tőkepiaci inflációt csinált, mert oda öntöttük be. Na most a nagyon nagy eltérés és a nagyon nagy változás 2020-tól az, hogy ezeket a pénzeket, mondjuk Magyarországon nem másokat választottunk, de ezeket a pénzeket közvetlenül ráöntik a lakosságra, fizikailag odaadják nekik, azt mondják, hogy tessék, itt van 1000 euró. És most a lakosságnál nyilvánul ez meg, költségvetési hiányt okoz. Ugye a költségvetési hiányt nem próbáltak elég alacsonyan tartani a kormányzatok egész 2008 és 2020 között. Most nagyon nagy költségvetési hiány van, és a költségvetési hiányból közvetlenül a lakosságnak adnak pénzt. Aki azt el fogja költeni, oda fog menni, és fog belőle venni kenyeret, meg téglát, meg hajvágást, meg görögnyaralást, meg ilyeneket. Mm-hmm. Tehát én azt gondolom, hogy ezért van egy nagy változás, vagy lehet egy nagy változás ebben az egészben. Valóban vártuk az inflációt, nagyon sokszor tévesen vártuk, én is, de én azt gondolom, hogy ez most egy szignifikáns gazdaságpolitikai változás. Tehát ez egy más rezsim, mint ami korábban volt. Odaadjuk az embereknek a pénzt, ez a lényeg. Nem a tőkepiacoknak adjuk oda a pénzt. Uh-huh. Uh-huh. Oké, világos. Viktor, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes. Köszönöm, volt. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hú, hát figyelj, bármikor, nagyon szívesen. Folytatjuk majd még remélhetőleg idén. Boldog új évet még egyszer. Minden és jót hát, nektek is. Nézve az elmúlt évtizednek a teljesítményét, hasonlókat kívánunk neked és a befektetőidnek is. Köszönöm, maradjon minden így ebben a nehéz évben is. Köszi szépen, szia-szia! Zsidai Viktorral beszélgettünk, tehát portfólió menedzser, befektetési szakember, a Citadella alap kezelője ő, és ismét nagyon hasznos és izgalmas dolgokat tudhattunk meg. Ugye, Bandi? Te csak figyeltem még, tudtam közbeszólni. Félsz az inflációtól te is, szerintem. De elgondolkodtál azon, ott mozdult meg a szemöldököt, hogy és nálunk nem, de általában azért nagyon sok országban készpénzben adják a lakosságnak a ennyi és ennyi eurót és dollárt. Igen, ez tök érdekes egyébként. Ez az út, amit tavaly választottak az egyes országok, és hogy ez hova fog vezetni, hova fog kifutni, az egy nagyon izgalmas kérdés. Hát erre is választ kapunk a következő két évben. Erről is beszélgettünk. Nos, órára ránézve. Jövünk majd a hírek után szerintem, ugye most már az jön, és egy gyors aranyköpés, majd utána Várkonyi Gábor autós szakértővel nézzük az autópiacot. Egy ilyen 2021-es prognózist tekintünk meg. Igen, vele is, illetve annyit hadd mondjunk el a hallgatóknak, hogy ez mostantól így lesz, tehát eddig a csütörtök az egy tiszta sor volt, hogy csütörtökön van autós rovatunk, de hogy az most 8-kor, vagy 8:30-kor, vagy hogy rövidebb, vagy hosszabb, az össze-vissza változott, és mostantól megpróbáljuk úgy csinálni, hogy mindig csütörtökön, és mindig 8:30 és 9 között ebben a körben változatlan időtartamban, tehát nem egyszer 8 perc másszor, meg 20 tud lenni, vagy akár még több, hanem ez a 8:30-9 között időszak lesz mostantól a terveink szerint állandóan az autós rovatunk Várkonyi Gáborra, tehát ezzel folytatjuk majd.
a hírek után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Kétféle ember